Közös lőszerbeszerzés sürget az Európai Bizottság Ukrajnának, erről is tárgyaltak ma az uniós külügyminiszterek Brüsszelben. Ukrajna egyre inkább fogytán van tüzérségi eszközökből, az ország a nyugati államok felajánlásaiban bízik. Lengyelország és Szlovákia vadászgépeket küld az ukránoknak, és tankokat is várnak még. Gábor. Köszönjük szépen. Somkuti Bálint, a Matthias Corvinus kollégium geopolitikai műhelyének kutatója a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Itt vannak ezek a MIG vadászgépek, Szlovákia teljes készletét átadja. Milyen állapotban vannak ezek a repülőgépek, ezek a vadászgépek? Használhatók ezek valamire? Nemrég még repültek úgy a szlovák színekben, sőt Lengyelország a mai napig használja őket, úgyhogy mindenképpen használhatóak ezek az eszközök. Itt igazából az a kérdés, ami a legtöbb esetben föl szokott merülni egy ilyen háborúban, az a mennyiség. Lengyelország 28 darab, míg 29 es rendelkezik, Szlovákia 13-mal, ez a kettő együtt 41 darabot tesz ki, egy olyan konfliktusban, ahol több száz harci eszköz harcol mind a két oldalon, ez nem egy komoly mennyiség. Tehát erkölcsi, morális szempontból komoly támogatását Ukrajnának, hiszen ilyen eszközöket még nem kaptak, de tényleges harci értéke az kis létszám miatt, az alacsony darabszám miatt nem igazán van ezeknek az eszközöknek. Ezt meg tudja erősíteni, hogy ezek nagyjából a légtér védelemre lesznek alkalmasak, tehát támadást kezdeményezni nehezebb lesz velük, és ennek az egyszerű oka az, hogy Ukrajnában tulajdonképpen elfogytak azok a lőszerek, kiürültek azok a lőszerraktárak, amelyekkel lehetne védeni a, a, légteret, a határokat. Gyakorlatilag így van, ugye, Oroszország, Ukrajna az hasonlóan a szovjet típusú úgynevezett rétegzett légvédelemre rendelkezik, amely ellen egy támadást nem véletlenül nem nagyon látunk orosz harci gépeket bevetést repülni, hiszen a Ukrajna ré... légvédelme rendkívül jól működött a közelmúltig. Tehát egyre inkább látszik az, hogy a rakétakészletek kimerülésével kéntek valamilyen alternatív megoldáshoz folyamodni, ezért kértek egyébként 200 darab mert tényleg is ennyire lenne szükséges, hogy a teljes ukrán légvédelmet meg tudják oldani. Ugye ebben mindenképpen segítség lesz a fent 41 darab repülőgép, de valószínű, hogy egyébként erre feladatra fogják használni, hiszen más bevetésekhez, tehát szárazföldi támogató bevetésekhez azért komolyabb fegyverzés szükséges, és még ott az orosz légvédelem is természetesen. Most ezek a migek nem a új generációs vadászgépek, de hát azért mégsem egy pár cipő, vagy egy karóra, hogy valakinek átadom, fölteszi a csuklójára, vagy belelépés, hát persze azt is össze lehet keverni, de hát meg tudják ezt oldani, hogy az ukrán katonák tudják használni ezeket, tehát ki vannak képezve a vadászgépek használatára? Ukrajnának eddig is voltak még 29-es gépei, tehát ezek a típusok azért valamilyen szintű módosításokon átestek, de ezeknek az elsőjtása nem jelent akkora teret. Az igazi problémát ez azt jelenti, hogy modern haditechnika nagyértékű és bonyolult eszközök gyártásánál a gyártónak úgynevezett reexport tilalmi joga van, tehát megakadályozhatja, hogy harmadik fél kezébe kerüljön az eszköz. Ebben az esetben mind Lengyelország, mind Szlovákia gyakorlatilag megszegte ezt a fajta szabályozást, úgyhogy ennek akár lehet, akár nem lehet, nem tudjuk, hogy pontosan mi ezt mit hoz a jövő, de az azért ez egy mindenképpen a nemzetközi jognak a megsértése ez a döntés. Nem a kiavítás szándékával, csak az a lényeg aláhúzásának szándékával mondanám ezt a reexport kifejezést valahogy másként, ez a továbbadás tilalma, Igen. amiről ön beszél. Ez egy nagyon fontos része ennek az ügyletnek, hogy egy vadászgépet nem lehet csak úgy tovább ajándékozni, Pontosan. és ezt a gyártó elvileg leírja a szerződésben. Pontosan. Na de hát a gyakorlat meg mégis más mutat. Az a helyzet, hogy ebben a háborúban ö, minden két fél, és sajnos ha alakkel, hoznom, hogy mind a két fél a saját szája íze szerint értelmezi azokat a nemzetközi szabályokat, előírásokat, törvényeket, szokásokat, amelyek eddig szabályozták a nemzetközi kapcsolatokat. Úgyhogy sajnos itt is egy olyan esetről beszélhetünk, amikor tudatos megszegése történik, és mondom, nem, nem lehet egyik félre vagy a másik félre mutatogatni, csak mind a két fél és mind a két oldal rendszeresen megszeg Úgyhogy sokkal nehezebb lesz ezután a háború után visszatérni a normalitáshoz, visszatérni a háború előtti rendszerhez, hiszen az összes szabályszint, ami ezen a területen a háborút és a hadviselés szabályozó megszegése került. Amikor uniós diplomaták arról beszélnek, hogy amikor majd megérkezünk ahhoz a ponthoz, hogy be kell lépni Ukrajna oldalán ebbe a háborúba, akkor azt Lengyelország meg fogja tenni. Ezek ezek nagyon erős mondatok. Elképzelhető, vagy mikor képzelhető el egy olyan pillanat, hogy amely akár Magyarország, vagy bármelyik NATO tagállam, vagy bármelyik Európai Uniós tagállam előtt ott lehet az asztalon, hogy belépsz, vagy nem lépsz be? De egy elég hátborzognató opció, mert az egy dolgot szoktak kifejteni rendszeresen ezek a nyilatkozók, hogy orosz, Oroszország atomhatalom. Tehát a nukleáris elrettent és a nukleáris fegyverek alapja az a helyzet, hogy egy atomhatalmat nem lehet vesztes helyzetbe kényszeríteni, mert akkor atomfegyverekkel válaszol, aminek vagy egy győzelem a vége, vagy egy atomháborút meg nem lehet megnyerni. Tehát ez valóban egy, egy, egy érdekes szempont, és nagyon nagy bátorságról tesz tanúbizonyságot, egyúttal egyébként botorságról is. Tehát nehéz elképzelni olyan szituációt, valaki harmadik félként Ebbe a háborúba, és ezt Oroszország mondjuk így némi fejbicentéssel vagy homlokráncolással elfogadja. De ezt egy lengyel diplomata jelentette ki. Egy diplomata nem azt mondja, ami éppen eszébe jut, hanem a kormányát képviseli. Igen. Igen, ez egy nagyon jó kérdés, hogy, hogy, mennyire kapott a, jól emlékszem, a francia nagykövetről beszélünk felhatalmazást arra, hogy ilyen konkrétan és ilyen nyíltan beszéljen erről. Én nem tartom elképzelhetőnek, Lengyelország, vagy nem tartom valószínűnek, hogy Lengyelország direkt és közvetlenül beavatkozna ebbe a konfliktusba. Azt el tudom képzelni, hogy a háború utáni állapotban a rendezés közeli helyzetben valamilyen olyan lépést tesz, amely, amely, gyakorlatilag mondjuk aktív beavatkozást jelent, és nem tudok elképzelni nekem, egy esleges népszavazás utáni lengyel bevonulás bizonyos területekre, úgy Koszovó mintájára gyakorlatilag, ugye ennek már van precedens, és a lengyelek is többször utaltak arra, hogy a, a második világháború után elvett lengyel területekre azért fenntartják a jogokat. Egy olyan hatalmi vákumban, aminek azért Akármelyennek is mondjuk nem szeretnek erről beszélni nyugaton, azért megvan az esélye. Abban előfordul, hogy a lengyel diplomácia olyan lépésre ragadtatja el magát, ami azért merőben szokatlan Európában. Egy nagyon civil kérdésem van Önhöz, de szeretném, ha érthető lenne. Nyugodtan hárítsa el, ha azt mondja, hogy ezt így nem lehet szóba hozni. De a napokban azon gondolkodtam, hogy világos, hogy a NATO tagállamok lakóinak nincs igazán beleszólása abba, hogy az Észak-Atlanti Szövetség milyen döntéseket hozzon. De Mégis egy NATO tagállam lakójaként, ha rossz ötletnek tartom azt, hogy a NATO vadászfegyverekkel, vadászgépekkel fegyverezze fel az egyik háborús felet, bármelyiket, akkor mit tud tenni az egyszerű hétköznapi ember, hogy érvényesítse ezt a véleményét, mert esetleg végigfut a hátán a hideg, hogyha a NATO ezt a lépést megteszi? Az nem kifejezetten az én szakterületem, de annyit minden esetre demokratikus állam, demokratikus polgárként elmondhatok, hogy élhet a demokratikus véleménynyilvánítás jogával. Tehát ki mehet az utcára, és egy bejelentett szabályos tüntetésnek a keretein belül minden további nélkül hangot adhat ezen nézetének, hiszen erről szól a demokrácia, hogy nem kell minden egy véleményt képviselni mindenkinek, hiszen a demokrácia a pluralizmusról szól, és arról szól, hogy lehet eltérő véleménye, mint bármelyik hatalmon lévő kormánynak, pártnak, vagy akár nemzetközi szervezetnek. Érti, hogy ez a kérdés arról szól, hogy azért a közvélemény, egyre nagyobb mértékben, és ezt kifejezésre is juttatja, ellene van annak a, annak a háborús pszichózisnak, amelyet hát mondjuk ki, hogy a NATO bizonyos döntéshozói úgy tűnik, hogy képviselnek. Ez így van, Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy meddig lehet feszegetni ezt a húrt, és meddig lehet szemben menni a lakosság többségének a, a szándékával, vagy a kinyilvántott véleményével, de sokkal inkább egy, egy demokrácia felfogásnak a tesztje, egy, demokrácia, egy politológiai kérdés, mint katonai vagy biztonságpolitikai. Mi lesz, a, mi, lesz a, vége ennek a, ennek a döntéssorozatnak? A, a fegy, most megint visszatérve a fegyverekről, ha, 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 megpróbáljuk egy picit összegezni az elhangzottakat, mi az, ami gátat szabhat ennek a, ennek a felfegyverzési hullámnak? Hát az európai fejlékeztek kimerülése fog ennek gátat vetni. Ez gyakorlat... nem túl optimista. Nem, 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 mert a politikai szándék egyértelműen látszik, hogy amíg a lehetőségek adottak, pénzügyi eszközben lévő lehetőségek vannak, addig az Európai Unió támogatni fogja Ukrajnát. A gondot az jelenti európai szempontból, hogy az Európai Unió az elmúlt 30 évben leépítette az összes katonai képességét szinte, tehát minimálisan csökkent a fegyveres erőknél rendszerbe tartott eszközöknek a száma, ezeknek a hadrafoghatósága alacsony, és ezzel párhuzamosan az ezeket támogató hadiparnak a kapacitása is leépültek, amit most az Európai Unió nagyon, nagyon, is megérez. Például a lőszerellátottságban jelentkező problémák éppen nem csak attól problémák, hogy, hogy nem tudnak elég lőszer gyártani, mert ezek a kis, kisipari, kézipari, kézműves módszerekkel történő lövedékeket nem lehet nagy szériában gyártani, legalábbis nem most. A másik probléma az, amiről nagyon beszélnek, hogy a lőpor, amihez szükséges, annak egy jelentős alapanyaga Kínából érkezik. Ő, azok például nagyon szállítanak. Nagyjából egy fél percet kérem, hogy szálljunk még arra a kérdésre, hogy Xi Jinping kínai elnök Moszkvában tárgyal. Nyilván a béketervét is viszi, mit lehetettől várni? ebben a megállapodásban egy háromnapos tárgyalásban bármi benne lehet. Tehát benne lehet az, hogy előállnak egy átfogó béketerve, benne lehet az, hogy kina bejelenti azt, hogy teljes a Oroszország mögé el, és benne lehet az is, hogy kiadnak egy újabb semmit nyilatkozatot, mint ez a béketerv volt. Akkor megvárjuk, és majd beszélünk róla, ami valami született. Somkuti Bálint, a Matthias Korvinasz Kollégium geopolitikai műhelyének kutatója. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.